Meggyőződésünk szerint... Egészen különleges választási év lesz a következő év, ugyanis 7 szavazási urna elé kell majd járulniuk a polgároknak, fogalmazott Pásztor István. A VMS elnöke hozzátette, ez a 7 véleménynyilvánítás 4-5 különböző időpontban lesz, ezért időben hozzá kell fogni a felkészülésre. A következő év politikai értelemben egy nagyon összetett, egy nagyon sok feladatot magában hordozó év fog lenni, amelyik meggyőződésünk szerint meg fogja középtávon határozni azt az érdekérvényesítő erőt, azt az érdekérvényesítési teret, amiben az azt követő 4-5 évben mozognunk kell, vagy mozoghatunk. Április elején a szerbiai elnök választással, az előrehozott köztársasági parlamenti választással és a belgrádi közgyűlés megválasztásával szinte egy időben tartják a magyarországi parlamenti voksolást. Sokan vannak a kettős állampolgárok között, akik nem tudják, hogy önmagában a magyar állampolgárság még nem jelent szavazati jogot is, és legutóbb hiába várták a szükséges dokumentumokat, pedig szerettek volna szavazni, hangsúlyozta Pásztor István. Hozzátette, ezért úgy döntöttek, hogy elindítanak egy terepi kampányt, hogy segítsenek ezeknek az embereknek. December 3-a és december 12-e között megkeresve, arra törekedve, hogy megtaláljunk minden vajdasági magyart, akiről föltételezzük vagy gondoljuk, hogy lehet, hogy van neki állampolgársága. Megkérdezzük, hogy regisztrált-e már, kíván-e élni a szavazati joggal, segíthetünk-e neki abban, hogy regisztráljon, és ezt a segítséget nyújtsuk is nekik. Pásztor István elmondta, hogy ez a kampány összhangban van a magyarországi jogszabályokkal, és itt Szerbiában is bejárták a hivatalos utat. A szerbiai adatvédelmi biztos véleménye is pozitív, tehát teljes mértékben jogszerű a segítségnyújtásnak ez a formája.